el, Vivike. Töltött káposztát, volt gulyásleves is. Nem vettem fel nektek, de ennyit hagyott Vivike. Tehát csak a levét, megette az összes. Kint voltunk az udvaron, játszottunk, és nagyon-nagyon meleg van. Töltött káposzta. Jó étvágyat! Nem értem. Sziasztok, hát nem nézek ki valami jól, na mindegy. A mai ebéd az gulyásleves, méghozzá volt egy fagyasztott pörkölt készen, múltkor bográcsoztunk, azt hiszem múlt héten egy hete, és az megmaradt, és azt ugye megcsináltam kis répával, nokedlivel, ilyen nagy rusztikos nokedliket szoktam szaggatni. Van nokedli szaggatom, de én kanállal jobban szeretem, nem kilódok a nokedli szaggató elmosásával. Van benne ugye répa, és minden, ami kell, úgyhogy kóstoljuk is meg. Hát másabb, hogy bográcsba főtt ugye a pörkölt, és ilyen bogrács íze van az egésznek, ez a jó kis ilyen füstös, vagy nem is tudom. A második pedig töltött káposzta lesz. Azt pedig a hentesnél vettem, tehát 10 darab volt egy dobozba, azt annyi, hogy meg kell főzni, és én felraktam főni, ez savanyúba van töltve, felraktam főni egy pici kaporral, se szalonnát, semmit nem raktam, se apró káposztát bele, és egy nagyon vékony magyaros rántással besűrítettem, úgyhogy az lesz a második. És este, ha minden igaz, akkor grillezni fogunk, méghozzá hamburgert, amit még sose csináltunk, mármint hogy a húst azt készen vesszük, de még soha nem grilleztünk itthon hamburgert, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy fog sikerülni. De fincsi. Ú, de jól néz ki a fiad, Marci. Paprikás krumpli kolbásszal és ecetes fejes saláta. Ez igaz, hogy most dél van, de ez tegnap délután készült, mert hogy most a héten mindig előző nap tudok csak főzni, mert hogy délelőttönként nem vagyunk itthon, és mire hazajövünk, ebédre addigra legyen. Úgyhogy ebben semmi különösebb dolog nincs, csak krumpli és ardis kolbász, se nokedli, semmi.
Akkor szerintem kóstoljuk meg. Vivike már evett, leraktam aludni, azért suttogok. Jó lett. És ő neki szedtem egy babatányérral, hát az egészet bevágta. Mondjuk több mint 3 órát voltunk a játszótéren, úgyhogy igen, ilyenkor már éhes. Jó lett. Sziasztok! A mai vacsora az kenyérlángos lett volna. Kenyérlángos a tésztája. Annyi különbség van a pizza tészta és a kenyérlángos közt, hogy ebben tej is van. És extra vastagra nyúlik meg, vagyis nő meg. De a gyerekeknek, bár mind a kettőt szeretik, gondoltam egy paradicsomos alap, maradék parizelt raktam rá, kertünkből lilahagymát, illetve van még rajta paradicsom és trapista. Itt ugyanaz a kerti lilahagyma van, egy kis sószalonnát sütöttem rá, és hát ez a fehér szalonna, kapor, egy fokhagymás tejföl, és ez lesz a vacsora tulajdonképpen, egy nagy tepsi, úgyhogy nagyon-nagyon fincsi lesz. Itt vagyunk, még most tovább kelt ez a kis tészta, látjátok már kifele. Kelt, nagyon-nagyon jó illat van, mert hogy közben meg sül a lidülös pogácsa is reggelire, úgyhogy így szoktam, ha sütőzök, akkor több mindent egyszerre. Természetesen a konyharomokba, ahogy kell, odaillően. Így, ilyen állapotok vannak most, káosz. Fagyasztóba 5 mirelit fogács, a lidülös, ezeket most kisütöttem, nem fogom megkóstolni, már kóstoltok, nagyon finom, talán ezek most jobban néznek ki, mint mikor legelőször sütöttem, tovább keresztettem igazából, de hát képzeljétek el, nekem 40 perc alatt sült meg, hát nem is 40, olyan 35 perc ebbe a sütőbe, úgyhogy egy nap szinte, nem kóstolom, nagyon finom reggelire lesz. A mai ebédünk borsóleves, Vivike nagyon szereti. Ez friss borsóból van, Marcika ott a távolban ebédel. Én itt Vivikével egy asztalnál. Hát kóstoljuk meg akkor. Rég volt már kóstolós jelenet. Finom, Vivi? Répa is van benne, igen. Mert ne nézzétek, szakad az eső. Jó lett nagyon. A második az rántott csirke, mert várjál, anya mindjárt felvágja. És hát nem vagyok vele megelégedve, mert sikerült megint egy rossz panélmorzsát kifognom, és egy kicsit olyan száraz lett, úgyhogy kezdek csalódni ezekbe a
panírmorzsákkal, petrezselymes krumplival. Mai ebéd bolonyai, elfelejtettük lefotózni, én most értem haza, a gyerekeknek megfőztem, mielőtt elmentem itthonról, ügyintézni voltam, úgyhogy reggel csak erre futott egy kis bolonyai spagettire. Sziasztok! A mai ebéd az, amint láttátok, saslik. Nem én készítettem, ezt így kaptuk felhúzva pálcára, hozták, és beraktam a sütőbe, és itt bent sütöttem meg. Ugyanaz a nap van, amikor a gyerekek a bolonyait eszik, úgyhogy egyszerre készült minden, és úgy látom, hogy van rajta elég sok minden, kolbász, vitamin paprika, szalonna, hagyma, és csirkemel. Mindjárt megkóstoljuk már. Kóstolom közben, de mindjárt ti is látjátok, és marad hozzá egy kis rizs, az lesz meg kovászos uborka. Gyönyörű a háttér, na nézzük meg, mi van itt. Van egy csirkemell. Jó, átsült. És akkor még megkóstolunk egy szalonnát. Szalonna is van rajta? Jó lesz, kis könnyű. Mai ebédem az bolonyai, és nincs időm már most sajtot reszelni, rohanásba vagyok, lesz hozzá még egy kis ketchup, ez az ebédem. Tegnap is ez volt, nem voltam itthon, ügyintézni voltam 4 óra hosszát, úgyhogy gyorsan eszek, mert megyek tovább dolgomra. Ebéd töltött káposzta, anyukám küldte, már készen volt, meg volt főzve, úgyhogy csak melegíteni kellett, egy kis tejföllel most. Nem volt időm főzni, nem is voltunk itthon, úgyhogy ez a mai ebéd. És ma csak ketten eszünk Marcival. Meg is kóstolom anya káposztáját, bár tegnap én már lesz vacsoráztam. 2 nagy dobozzal küldött. Jó lett, egy picit így besúzom. Ő savanyúba tölti, és van benne apró káposzta is, úgy látom. Pici kaprot is érzek benne, bár nem látom. Nagyon finom.